Elhangzott a mesében, hogy a tölgyfának szüksége volt a vidám dalolásra. Hát egy ilyen vidám dalolásra kérjük Gál Laurát, a Szent György lovagrend dámáját, és lovag dr. Lénár Sándort, a Szent György lovagrend kormányzóját, lovag Sárdi Jánost, a lovagrend Somogy Zalaj megyei nagyprioriát, és lovag Nó Gyulát, lovagrend Somogy Zalaj megyei prioriát, hogy helyezzék el a Szent György üvegablaknál és a márványtáblánál a megemlékezés koszorúját a Szent György lovagrend alapítójának, Szent Györgynek a napján. A koszorút Somogyvári László lovag fogja elhelyezni, az emlékszalagot pedig az a Lénár Sándor, a lovagrend kormányzója. Kérem a lovagokat és a dámákat, hogy tegyék a koszorút az emléktáblára. Életünk tele van szimbólumokkal. Életünk tele van szimbólumokkal. A szimbólum arról híres, hogy egy jel, amelyik túlmutat saját magán és egy jelzettartalomra utal, egy jelzettartalomra vonatkozik. Egy kardis szimbólum. Szimbóluma a hatalomnak, szimbóluma a méltóságnak, szimbóluma a védelemnek. Egy kard az összekötés, elválaszt. Elválasztja az életet a haláltól, keresztformája pedig összeköti a föntet a lenttel, a jobbot a baloldallal. Egy ilyen kardot visel a Szent György lovagrend kormányzója, priorja, és ezt a kardot, mint szimbólumot megáldom most. Istenünk, áld meg erőddel és hatalmaddal ezt a kardot, amelyik az élet és halál szimbóluma. Áld meg, hogy akik ezt viselik, a te nevedben és a te hatalmadban hűséggel téged tudjanak képviselni. És én megáldom az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, most, mindenkor, mindörökre. Köszönjük a dámáknak és a lovagoknak, a nagy prior úrnak, a kormányzó úrnak és a priornak, hogy ismét lehetőségünk volt megkoronázni az általuk adományozott márványtáblát.